Sziasztok! Kurta Kata vagyok, az ékszergyár vezető ékszerésze. Mint azt bizonyára ti is tapasztalhattátok, az ezüst ékszerek kénes környezetben hajlamosak a megfeketedésre. Ez különösen nyáron jelent problémát, mivel ilyenkor fokozottabban izzadunk, és ahol a testünkkel érintkezik az ékszer, ott esetleg így meg tud feketedni. Ezen a felén érintkezett a vakkancskutyus a testtel, a másik oldalán, ahol nem érintkezett, ott még szép fényes. És hogy hogyan tudunk ettől a feketeségtől megszabadulni, azt szeretnénk most nektek bemutatni. Léteznek ilyen polírozó és tisztító kendők, melyekkel egész egyszerűen bárki otthon elvégezheti ezt a műveletet. Megfogjuk az ékszert, és jó alaposan átdörzsöljük. Egészen addig, amíg ez a feketedés el nem tűnik róla. Mindenhol alaposan át kell dörzsölni. Minél jobban hozzáférünk azokhoz a részekhez, ahol a feketedés van, annál szebb lesz a végeredmény. Nem kell sajnálni, jól rá kell nyomni. Igyekszünk minden olyan részbe eljutni, ahol feketedés van. És akkor már a másik felét is átdörzsöljük, hogy szép egyforma legyen a kutyus. Még az orra hegyét is megdörzsölöm. Másik oldalon persze kevesebb munkánk van, mert ott csak egy nagyon finom polírozást végzünk el. És íme. Ez volt a fekete rész, és most átfordítom. Ez pedig a kevésbé fekete rész volt. És hogyha szeretnétek ilyen kendőt vásárolni, akkor webáruházunkban megtehetitek.